azt mutatja, hogy bizony egyre kevesebb munkavállalási korú képesség van, és egyre kevesebben dolgoznak összességében. Mátyás Tibor Attila szakügyintéző mutatta be a foglalkoztatási paktum projekt Tamási és Dombóvár kistérségre vonatkozó eredményeit. Bemutatójában elmondta, 12 településről összesen 191 fő tudtak bevonni a projektbe. Ebből 102 fő támogatás révén munkába is állt. Ezekkel az eredményekkel a kitűzött cél 131%-osan teljesült. A tervezett értéket, vagyis 145 fő bevonását így túlteljesítették. A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket. Így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő magas, szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, a program célja e célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek az elhelyezkedés elősegítéséhez voltak szükségesek. Tulajdonképpen két hasonló helyzetű járás, kistérség, mondhatom, hogy város alkotott konzorciumot a pályázati cél végrehajtás érdekében. A konzorciumnak fontos tagja volt a Tolna megyei kormányhivatal és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, mint munkaerőpiaci szolgáltató. Ez a projekt 2017 elején indult, és ugye most zárul február végén, tehát 3 éven keresztül zajlott folyamatosan. A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű álláskeresők voltak. Itt az 50 év feletti korosztálytól elkezdve a fiatal álláskeresőkön keresztül a gyesből visszatérőken át nagyon sok hátrányos helyzeti célcsoportot nevezett meg a projekt. A célcsoport pedig másik része, ugye paktum projektről van szó, a mikro, kis és középvállalkozók voltak. Nekik segített, úgy gondolom, hogy segített ez a projekt abban, hogyha a vállalkozásukat bővíteni szeretnék, illetve álláskeresőket kerestek, akkor segített munkához, munkaerőhöz juttatni ezeket a vállalkozásokat. Én azt gondolom, hogy a projekt teljesítette a célkitűzéseket, teljesítettük a vállalásokat. Elsősorban bértámogatás, bérköltségtámogatást kaptak a kis és középvállalkozók, illetve képzési támogatás és munkaerőpiaci tanácsadáson keresztül valósítottuk meg a paktum céljait. Külön kiemelném a képzési támogatást is, és a tanfolyamokat. Ezek a tanfolyamok tulajdonképpen azoknak a munkavállalóknak szóltak, akik tartósan álláskeresők, és nekik segített elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Volt képzés Tamásiban, volt képzés Dombóváron. A projekt nem csak Tolna megye fejlődését segítette, hanem az érintett településeken élő családokat, vállalkozásokat, dolgozni szándékozó és munkát vállaló embereket is támogatta. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere szerint ezért is jól illeszkedik a program a kormány gazdaság élénkítő és munkahelyteremtő lépéseihez. Azt gondolom, hogy ez a projekt, amely ma a záró konferenciáján vettünk részt, a hozzáfűzött reményeket a számok alapján beváltotta. Nyilván az utókövetés mentén az elkövetkező időszak majd alá fogja támasztani, hogy igazán ezek az emberek tartósan maradnak-e a munkaerőpiacon, meg tudják állni eljüket. Nyilván azt gondolom, és itt elhangzott többször a mai nap folyamán is, hogy optimistának kellik lenni, hiszen a számok azok pozitívak. Ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy racionálisan gondolkodva az életben nem ez a valóság. Ezek az embereknek nagy része végigjárja ezeket a tanfolyamokat, a tanfolyamon jól érzi magát, majd amikor nap mind nap fel kell kelni és el kell menni dolgozni, sajnos a próbaidejeket sem szokták kitölteni. Nyilván továbbra is én azt gondolom, hogy már több mint két évtizedes polgármesteri tapasztalatom alapján, hogy nem a munkáltatóknak kell a munkavállalókhoz alkalmazkodni, és nyilván oda-vissza ez a történet, egy konstruktív együttműködés kell, hogy legyen, és tudomásul kell venni, hogy az elvégzett munkáért jár csak jövedelem, és ez a megszerzett jövedelmünket tudjuk magunk és családunk javára
fordítani. Nyilván, amíg az a szemlélet nem lesz általános, és van egy rész, aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, addig azt kell, hogy mondom, ezekre a programra tényleg szükség van, és továbbra is csak bizakodhatunk, hogy egyszer eljön majd ez az idő, amikor az emberek újból szeretnek dolgozni, megbecsülik azt a munkát, amik őt végeznek, és megbecsülik őket is, és ez egyszerre egy időben teljesül, akkor azt gondolom, hogy abszolút ezek a programok elérték a céljukat, de ettől még pillanatnyilag úgy gondolom messze vagyunk. És azok, akik adott esetben Dombára szeretnek betelepülni, vagy már hosszú éveket ott vannak, hogy bővítenének, hoznának létre új termékeket, ez viszont nem találnak megfelelő szakképzettségű embereket. Nyilván ez a program már abban a szempontból azt gondolom, hogy egy teljesen újszerű volt, hogy a munkáltatók oldaláról közelítette meg, hogy milyen szakemberre van szükségük, és nyilván ezért is mondtam az előbb az előző gondolatom elején, hogy nagyon várom, hogy néhány hónap múlva, vagy egy év múlva ténylegesen hány ember álltam meg itt, hány ember jár dolgozni, és nyilván azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a munkáltatók ennek hangot adjanak, hiszen azt gondolom, hogy ennek a történetnek a munkavállalókon túl a munkáltatók is nyertesei lehetnek. A projekt eddigi utánkövetéséből kiderül, hogy január végéig 85 munkavállaló volt, aki legalább 6 hónapja folyamatosan dolgozik a programnak köszönhetően. A foglalkoztatási paktum nyújtotta képzéseket 51-en, a teljes munkaerőpiaci programot 120-an fejezték be sikeresen. A program költségvetéséből a Tolna megyei kormányhivatal által kezelt forrás 182 millió forint volt. Ennek a legnagyobb hányadát támogatásokra fordíthattuk, 163 millió forintot. A program keretein belül a két legfontosabb támogatási elem a bérköltség támogatás volt, valamint a képzések. A bérköltség támogatásba 102 fő került bevonásra, az ő támogatásaikhoz 128 millió forintot fizettünk ki. A képzés keretein belül 57 fő került támogatásra, az esetükben 28 millió forintos keretösszeget használtunk fel. Említést érdemel a három fő indikátor, az egyik az, hogy megvalósult a 6 hónapon túli foglalkoztatás. Itt pillanatnyilag egy 85 fős létszámról tudunk beszámolni, de természetesen még vannak kilépések a programból, így még várhatóan ez az indikátor növekedni fog. A sikeres befejezést tekintve pillanatnyilag 120 fő sikeres kilépéséről beszélhetünk. Ez ugye azt jelenti, hogy a teljes programelemüket megvalósították, tehát úgymond sikeresnek nevezhető a teljes programjuk. Ezek közül 50 fő képzésen vett részt, tehát az ő arányuk is igen magas az 57 fős belépéshez képest. És akkor a harmadik, talán a legfajsúlyosabb hatásindikátor az pedig az, hogy a 180. napon a programból történő kilépést követően foglalkoztatott-e az ügyfelünk. Ez esetben még viszonylag szerény 29 fős létszámról tudunk beszámolni, hogy foglalkoztatott volt az ügyfél, viszont ez is tovább fog növekedni várhatóan, ugyanis a nyomonkövetések még egy viszonylag feldolgozatlanabb állapotban vannak, tehát még további nyomonkövetéseket végzünk, és így várhatóan ez az indikátor is jelentősen növekedni fog. A Bonyhágy járási foglalkoztatási paktum és a Tamási és Dombóvár kistérségre vonatkozó foglalkoztatási paktum eredményei már ismertek. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt azonban még tart. Tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyt vonnak be a foglalkoztatásba. A konzorciumi partnerként a térségfejlesztési Kft-nk az monitoring szerepetés tevékenységet is folytat, folytatott a Tamási, Dombóvári, illetve a Bonyhádi térségben. A megyére visszatekintve, ugye a mi paktumunk, a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt nem zárult le, ennek a zárása az jövő év, tehát 2021. júniusában történik meg. Addig még vannak tennivalóink bőven. Az utolsó mérőszámaink a paktum projekt teljesítéséről az elmúlt év december 31-ek, ezek a számok. Ugye a paktum azt célozta meg, hogy a végzésig 1055 főt fog bevonni abból a célcsoportunkból, amit itt máma többen is ecseteltek és elmondták, a tartós munkanélkülek, hátrányos helyzetűek, 25 év alattiak, 50 és így tovább. Tehát mi is ezekkel foglalkozunk. Ebben az 1051 főből az elmúlt év december 31-ig közel 750 főt sikerült már bevonni. Ez 69-70%-os teljesítés, ami egyébként magasabb a mostani mérőszámnak az elvárásánál. Ugyanakkor ez a mérőszám is, az a mérőszámunk is jó, ami a 180 napon belüli munkavállalókat, tehát a 6 hónapon túli foglalkoztatásokat is minősíti.
Tennivaló van bőven, a bevonások egyébként egyre nehezebben mennek, mert az a célcsoport, akiket megcéloztunk, az egyre nehezebb szociális összetevőjű, tehát egyre nehezebb őket munkába vonni, illetve képzésbe részesíteni. Többször is voltak fórumaink, a pályorientációs tevékenység fórumok, akkor a vállalkozói fórumok is mutatták, hogy azért a kezdettől fogva most egy kicsit változott ez a célcsoport elérése, és az a nagy feladat, hogy a gazdaság élet fejlesztése, foglalkoztatás növelése, a prosperáló gazdaság támogatása, ugyanis, ahogy mondtam, ez egyre nehezebb ez a bevonás, és rájöttünk a konzorcium partnereink együtt, akikkel nagyon jól dolgozunk együtt, és itt ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy a kormányhivatallal, a kereskedelmi iparkamarával együtt, illetve hozzánk csatlakozott a Szekszárdi Szakérdési Centrummal együtt nagyon-nagyon jól visszajelzéseink vannak, tehát öndicséretet nem akarok mondani, de nagyon pozitív visszajelzései van ennek a konzorcium munkának, amit ezen a téren végzünk. Mi ez konkrétan? Ez konkrétan, hogy látjuk, hogy ez a nagy gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási tevékenység most már úgy olyan utánpótlással valósítható meg, ami a fiatalok tovább tanulásával, továbbképzésével lehet biztosítani. Biztosítani mint azok a megcélzott vállalatcsoportot, ugye, amit a gazdaság motorja, és amit igazából mi is támogatunk, ez a mikro, kis és közepes vállalkozások, ezeknek a munkaerő utánpótlásának biztosítása, a fejlődő gazdaság növekvő igényének kielégítése. Na most ugye nem mindegy, hogy a gyerekek mit választanak, itt is hányszor elhangzott, hogy a szakmaválasztás nagyon perspektívikus, egy egész új életpályát lehet most már a fiataloknak biztosítani jó szakmaválasztásával, hangsúlyozom a jó szakmaválasztásával, tehát a piac igényeinek, ezeknek a felsorolt mikro- és kis középvállalkozásoknak az igényeinek megfelelően. A Tolna megyei önkormányzat valamivel több mint 1,2 milliárd forintot nyert el a programra.